Köszöntöm Önöket, Kocsisán Brigitta vagyok. Ez pedig a Novum, az Innováció, a Tudomány és a Technológia magazin műsora 21. században. Tartsanak velünk ma is! Ötletes egyetemisták, fura alkalmazások hasznos dolgokra. Lovas terápia, megelőzés, gyógyítás, rehabilitáció. Horizont 2020, gyakorlati tanácsok sikeres pályázatokhoz. A sivatagok égkövei, színpompás kaktusz tudomány. Már látóterünkben az önvezető autó, de addig is jól jöhet egy applikáció, ami leállítja a fáradó sofőrt. Vagy egy másik, amellyel megtanulhatjuk a gyors olvasást. A következő percekben az ELTE Innovációs Napjának programjából válogatunk. Ez a headset, segítek is felvenni, ennek kell menni a homlokra ide a bal oldalra, ezt pedig berakom a fül mögé, és ezt pedig a fülre kellene csiptetni. Így valahogy? Hát így, igen, ennek itt a homlokkal kell előérintkeznie, ezt rácsiptetjük a fülcimpára, és akkor megnézzük az alkalmazáson, hogy jó a kapcsolat. Még egyelőre nem jó a kapcsolat, úgyhogy igazítani kell egy kicsit a headseten. Lehet, hogy bennem van a hiba? Hát elsőre nem mindig sikerül mindenkinek, meg áttörlöm a csatlakozót is. A színhely az ELTE kampusza, ahol az egyetem innovációs napján csupa fiatalember gyűlt össze. Számukra talán most indul életük első startup vállalkozása. Én pedig csak szerettem volna játszani ezzel a jópofa autós játéknak látszó programmal, de kiderült, hogy kapcsolatot kell létesíteni az agyhullámaim és a laptop között. Ezért az előkészületek. Most az jön, hogy bekalibráljuk, elindítjuk a vezetést egy tetszőleges autóval a játékban, és elindítjuk a kalibrációt. Nem a kedvenc márkám, de mehetünk, mint Trabant nincs. Trabant ez sajnos nincsen. Elindítjuk az automata kalibrációt azért, hogy az aktuális figyelmi szintjéhez beállítsa magát az alkalmazás. Tehát beméri, hogy vezetés közben ön hogy figyel, hogy nem figyel. Én nézem a képernyőt? Igen, igen, csak vezetni kell, itt ezt a ezt életemben nem csináltam ilyet. Mit kell nyomulni? Ezzel kell húzni a gázt a jobb oldalival, bal oldali a fék, ezzel pedig lehet kormányozni az autót. Bal kézzel kormányozza? Igen, elindítjuk a elindult versenyt, és itt pedig a kijelzőn meg fog jelenni ez a figyelmi szintje, ez pedig a relaxációs szintje. Tehát, hogyha valamire nagyon koncentrál, mondjuk a versenyre, akkor elkezd emelkedni a figyelmi szintje magának. Nem kell a tabletet néznie. Csak a indulja. Csak az utat, igen, 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 húzni kell, és ezzel pedig hoppá, kormányozni. Várom. Ha eddig nem lett volna világos, ez az alkalmazás a vezető figyelmi állapotát képes érzékelni. Na, ne gondolják, hogy ilyenből nincs százféle a világon. De a meglevők általában a kormány mozgásán, az autó viselkedésén keresztül vonják le a konzekvenciákat. Ez a program ennél kifinomulta. Konkrétan az agyhullámokból méri le, hogy a sofőr elfáradt-e, vagy sem. Ez az elektróda méri az agyhullámokat, átküldi a jelet a tabletnek, ami kielemzi, és megmondja, hogy mennyire figyel, vagy pedig mennyire nem figyel. Tehát nem ilyen másodlagos kormánymozdulatok meg szemmozgást figyelünk, hanem konkrétan az agyhullámokat figyeljük, az agyi tevékenységet, és ebből mondjuk meg, hogy mennyire figyel, vagy pedig mennyire nem figyel a sofőrünk. Játéknak sem rossz ez a program, de ez nem csak játék. Kicsit olyan, mint a mozdonyon az éberségfigyelő rendszer, de egészen más alapokon. És persze közútra való. Láthatjuk, hogy az átlagos figyelmi szint az 51% volt, de volt olyan is, amikor maximumon volt a figyelem, tehát itt látni az 5% másodpercben. Szerintem az ütközésnél. Teljesen kiakadt a mérőeszköz. Az átlagos relaxáltsági szintet is meg lehet tekinteni, 53-as volt. Hát akkor nem figyeltem nagyon. De, mert az elején bekalibráltuk ahhoz, ahogy ön éppen vezetett, és ehhez képest nem volt akkora irányú negatív eltérés, ahogy azt mondhassuk, hogy ön elfáradt. Most jöjjön egy másik alkalmazás, ami ugyancsak az ELTE Innovációs Napján volt látható. A varázsszó gyorsolvasás. A Redo az egy olvasási készséget fejlesztő online szoftver, egy webes alkalmazás, a felhasználó bármikor beléphet, és játékos feladatok segítségével megtanul gyorsabban olvasni, miközben az olvasottakra is jobban fog emlékezni. A mai világban kétség kívül talán a képek dominálnak, de azért az sem hátrány, ha az ember kétszer gyorsabban olvas,
mint korábban. A legelső alkalommal a felhasználónak lemérjük az éppen aktuális olvasási sebességét és a szövegértési szintjét, mert a program ezután ehhez fogja igazítani a feladatok nehézségét. Először egy adott szöveget kell felolvasni, aztán válaszolni a program által feltett kérdésekre. És akkor dobja odébb, és tegye sorrendbe, hogy ön szerint ezek az információk milyen sorrendben jelentek meg a szövegben. Ez egy nagyon érdekes játék lesz, ez a perifériás látás szélességet növeli, ami azt jelenti, hogy mondjuk egyszerre ne csak egy szót tudjunk a szemünkkel látni, hanem 2-3 szót is. Azt hittem, készítek egy egyszerű interjút. Ehhez képest mindenféle feladatokat kellett megoldani, visszaemlékezni arra, hogy mit olvastam abban a bonyolult szövegben. Ráadásul én a számítógépet mindig egérrel használom, itt meg nem. Mindezekhez igyekeztem okos arcot is vágni. Ha nem olvastam volna valahol, hogy John Kennedy is gyorsolvasó volt, egykori amerikai elnök, és nem tudom, honnan származik az információ, akkor talán meg sem állok itt. De megálltam. És őszintén szólva, egy kicsit sem bántam meg. Elsőre ez egy nagyon jó eredmény, mert a szemnek meg kell szokni, és össze kell az agyban kötni ezt a mozgással. Nem olvas rosszul, teljesen átlagos eredményt ért el. Hát az már rossz. A hogyan tovább, az pedig úgy történik, hogy a program méri azt, hogy ön most éppen milyen szinten van, mind a sebesség, mind a szövegértés tekintetében, illetve amiket most játszott játékokat, ott is megnézi, hogy a koncentráció, a perifériás látás tekintetében hogy áll, és amikor legközelebb belép a programba, akkor az ön aktuális szintjéhez fogja mindig igazítani a játékok nehézségét, és így tudja garantálni azt, hogy ne érezze frusztrálónak azt, hogy mondjuk elsőre lehet, hogy nehéznek talál, de legközelebb már nem fogja nehéznek találni, mert az ön aktuális szintjéhez fogja igazítani, és akkor innen megy tovább, szépen fejleszt a játék, és körülbelül egy másfél-kétszeres hatékonyság növekedést lehet elérni a program végére, ami 21 alkalom. A lovaglás nem csak sportolási lehetőség, és nem is csak a hagyományőrzés egyik formája. Régóta bizonyított, hogy ember és ló között különleges kapcsolat van, és a lovak közelsége gyógyító erővel bír. Amellett, hogy az állatok jelenléte nyugtat és stresszűző, az autizmus spektrumzavar különböző tüneteinek enyhítésére is alkalmas. A Novum stábjával a Fóti gyermekvárosba látogattunk, ahol egy különleges foglalkozáson vettünk részt. Ló és ember már évezredek óta szorosan kötődik egymáshoz. Az idő múlásával a patások vadlovakból az embertársává szelídültek. Szakemberek a lovaglás során megfigyelték az állat jótékony hatását a pszichés állapotra. Ma már Magyarországon számos helyen elérhető a lovas terápia, amely nem csupán lovaglást jelent, hanem speciális foglalkozást is. Fóton a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat lovas terápiás központjában azokkal a gyerekekkel foglalkoznak, akik különleges kezelésre szorulnak. Bozori Gabriella, lovas terapeuta éppen azt meséli, hogy a lovas terápiának több fajtája is létezik. A központunkban a lovas terápiának mind a három ága működik, a hipoterápia, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna, és a pszichológiai lovasterápia is. A hipoterápia az az a terület, ahol a lovasterapeuták alapvégzettsége gyógytornász, és ők elsősorban a mozgásukban akadályozott páciensekkel foglalkoznak. A terápiának ebben az ágában a fő cél a mozgáskoordináció, az egyensúly, az izomtónusz szabályozás, a mozgásképességnek a javítása, fejlesztése, és ehhez a ló által közvetített háromdimenziós mozgásimpulzusokat használják fel a kezelés során tulajdonképpen a terapeuták. A másik terület a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna, ahol gyógypedagógus alapvégzettségű terapeuták dolgoznak. Hozzánk nagyon sokféle problémával jönnek gyerekek, foglalkozunk tanulásban, értelmileg akadályozott gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás-hallássérültekkel, hiperaktív magatartás problémás, vagy akár beszédproblémás gyerekekkel is. Nálunk a fejlesztésnek négy nagy pillére és négy nagy területe van. Egyrészt a tanuláshoz szükséges képességeket igyekszünk fejleszteni, tehát a kognitív funkciókat, aztán a másik nagy terület a mozgáshoz kapcsolódó képességek, készségek. Nagyon fontosnak tartjuk a kommunikáció fejlesztést, illetve a viselkedés és a magatartás szabályozását. És hát a lovasterápiának a legfiatalabb ága a pszichológiai lovasterápia. Itt pszichológus alapvégzettségű szakemberek dolgoznak lovasterapeutaként, és hát különböző pszichés problémákkal érkeznek ide gyerekek, fiatalok,
kezdve táplálkozási, étkezési problémák, alvászavarok, magatartás problémák, kötődéses problémák, tehát nagyon-nagyon széles az a skála, amivel megjelennek nálunk itt a páciensek. Most is épp lovasterápiás foglalkozásra készítik elő az állatot. Indulhatunk? Igen. A foglalkozásokat terapeuták, azaz végzett gyógytornászok, gyógypedagógusok, pszichológusok tartják, de Foton lehetőség van az utánpótlás képzésére is. Először egy könnyű séta a mezőn, hogy a ló bemelegedjen. Ezután a lovartában megkezdődik a játékos óra, amit a gyerekek imádnak. Nyújtsuk fel a kék karikát magasra, magasra, amennyire csak tudjuk, magasra. Azaz. A játék, szerelés, kalapácsolás után jöhet is egy kis lovastorna. Miközben sétál a ló, a hátán ülve az egyik lábat kell a másik oldalra átrakni, majd törökülésben egyensúlyozni. Végül a menetiránynak háttal fordulni, majd kiemelkedni. Nem egyszerű feladatok ezek egy profi lovasnak sem, a srácok mégis oda vannak érte. De vajon mi lehet a titok? Milyen hatással van a ló közelsége a gyerekekre? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Én a hosszú évek alatt, amióta lovasterápiával foglalkozom, azt tapasztalom, hogy a lovak azok egy olyan összetett és komplex hatásegyüttessel bírnak, hogy pont ezért lehet őket tulajdonképpen a terápia minden ágában használni. Egyrészt adják azokat a mozgásimpulzusokat, amiket a hátán ülő lovas ugye érez, és a folyamatosan alkalmazkodnia kell a mozgólóhoz, megtartani az egyensúlyát, kontrollálni a mozgását, érzékelni a saját testtartását, tehát ez egy nagyon fontos tulajdonképpen ez a mozgásos és a motoros terület. Nagyon jól stimulálja az egyensúlyi központot, tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, de a másik, amit az a pszichés és a szociális hatás, ami a lovakkal való munkán keresztül igazából mi használunk. Hát a szociális dolgoknál kiemelném azt, hogy ugye ahhoz, hogy egy lóval együtt tudjunk működni, fontos, hogy kommunikáljunk vele, akár verbálisan, akár nonverbális jelzések segítségével. Alkalmazkodnunk kell hozzá, szabályokat kell betartani ahhoz, hogy biztonságban tudjunk együtt dolgozni a lovakkal. Tehát a lovasterápiában résztvevő gyerekeknél nagyon fontos ez, hogy betartsák ezeket a szabályokat, alkalmazkodjanak a lóhoz, a terapeutához, figyelembe vegyék a lónak az igényeit, azt, hogy neki mi az, ami kényelmes, mi az, ami nem, mi az, amit szeret, mi az, amit kevésbé. És hát a pszichés dolgok is nagyon fontosak. Én azt látom, hogy érzelmileg a gyerekek nagyon-nagyon szoros és komoly kapcsolatot alakítanak ki a lovakkal, nagyon kötődnek ahhoz a lóhoz, aminek a hátán lovagolni szoktak, akivel együtt szoktak dolgozni. Nagyon sokan a lovakkal álmodnak, vagy történeteket mesélnek róluk. Van olyan kisgyerek, aki mindig azt mondja, hogy ő azt szeretné a legjobban, hogyha elvihetné ezt a lovat haza, és másnap lóháton mehetne iskolába, és a lót várná őt az iskola udvaron, és onnan együtt is mennének haza. Természetesen erre nincs lehetőség, de ezek a történetek azt bizonyítják, hogy mennyire fontos szerepe van az állatokkal való kapcsolatnak az ő életükben. A lovasterápia egyénre szabott. A cél nem a lovaglási készség javítása, hanem inkább a gátak feloldása a gyermekekben. Nagyon fontos azt kihangsúlyozni, hogy a gyerekek, amikor hozzánk érkeznek, akkor felmérjük őket, illetve begyűjtjük azokat a diagnózisokat, vizsgálati eredményeket, amiket eddig a különböző helyeken kaptak, és ez alapján a terapeuták egy egyéni fejlesztési tervet állítanak össze mindenkinek, és tulajdonképpen a terápiás munkánkat ez alapján végezzük. Heti rendszerességgel úgy állítjuk össze egy-egy foglalkozásnak a gyakorlatait, feladatait, ami tulajdonképpen illeszkedik az adott gyereknek az egyéni fejlesztési tervébe. Most olyan foglalkozások zajlanak, ahol főleg a mozgás és a beszédfejlesztés a fő cél, illetve van egy olyan gyerekünk, akinek különböző részképesség problémái vannak. Természetesen olyan játékokat, gyakorlatokat játszunk, és olyan feladatokat végzünk a lóháton, amiknek a segítségével ezt a területet tudjuk egy picit fejleszteni. Önbizalomhiány, az uniós átlagnál gyengébb nyelvtudás és kevésbé kidolgozott pályázati anyagok. Legtöbbször ezeken bukik el egy-egy jelentkező sikere a Horizont 2020 kutatásfejlesztési és innovációs célú pályázati keretprogramon. Mivel remek hazai ötletekből nincs hiány, a hátrányok ledolgozására gyakorlati tanácsokat adott a pályázóknak a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal. Ez az Európa szerte egyedülálló kutatóintézet mind a lézerimpulzusokkal, mind pedig a segítségükkel előállított fényforrásokkal komoly bizakodást ad számos tudomány számára.
Olyan felfedezéseket várnak a Szegedi ELI Kutatóintézettől, amelyeknek még elméleti szinten sem tudhatunk létezésükről. A Tudományos Központ kiváló példa hazánk sikeres részvételére a Horizont 2020 keretprogramban, mellyel eddig 42 milliárd forintot meghaladó támogatási összeget nyertek el a hazai intézmények, vállalkozások. A Horizont 2020-as pályázatok elbírálásában is résztvevő energetikai, klímavédelmi szakértő szerint nem elég, ha csak például az egészségügyben hoz eredményeket a pályázó ötlete, de annak pozitív hatással kell lennie a munkahelyteremtésre, és gazdasági szempontokat is érvényesítenie kell. Az az irány, ami az egész gazdaság és pontosan ezek területek is mennek, azok utat nyitnak arra, hogy a legfrissebb, diplomás, fiatal, és ugyanolyan esélyekkel vegyen részt ebben a versenyben, mint a legjobb amerikai vagy angol egyetemekről kikerült, és már régóta tapasztalt öreg rókák, hiszen ugye akár a digitális technológiára alapuló, közösségi médiára alapuló új vállalkozások sikere alapján látjuk, hogy az energetikában is sokkal inkább a decentralizált megoldások, a jó digitális ötletekre alapuló megoldások, egy jó új appra alapuló megoldások, azok nagyon sikeresek lehetnek. A Horizont 2020 eddigi eredményeiről, a hazai részvételről és a várható lehetőségekről kaphattak tájékoztatást az érdeklődők a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal Fórumán. Az egészség és élettudományokban például a diagnosztikus lehetőségek továbbfejlesztésében várnak pályázatokat, amik gyakran informatikai megoldásokat tartalmaznak, mondta a terület hazai szakértője. Erdő Sándor szerint nagyon sok jó megoldással jelentkeznek a hazai pályázók az egészségügy területén, ami számos esetben sajnos nem párosul jól kidolgozott pályázattal. Nagyon jó magyar ötletek vannak, és van néhány nagyon sikeres magyar pályázó is, de a többségük azok technikai okokból, nyelvi és egyéb formai kérdésekben nem igazán versenyképesek. És aki veszít, vagy nem éri el a szükséges pontszámot, az gyakran nem a minőség miatt, hanem a kidolgozásnak a kevésbé európai standard szerinti megoldása miatt nem kapja meg a szükséges pontszámot. Másik kérdés, ami rendszeresen felmerül a magyar pályázóknál, hogy nincs talán elég önbizalmuk, és ezért nem tudják a saját előnyeiket, versenyelőnyeiket olyan világosan és olyan büszkén bemutatni, mint mondjuk egy skandináv vagy egy észak-európai, esetleg egy angol vagy egy német pályázó. Elérkezve a 2014-ben indult Horizont 2020 keretprogram félidejéhez, a hazai kutatóintézetek, egyetemek, vállalkozások, korábbi és leendő pályázók tehettek fel kérdéseket a szakértők számára. Általános pályázati tapasztalatokat beszéltünk itt meg a pályázók, illetve az értékelő szakembereknek a bevonásával, és nagyon bízunk benne, hogy ezek a tapasztalatok szerintem valóban hasznosulnak olyan szempontból, hogy mérhető eredménye lehet annak, hogy a következő években esetleg javul a hazai pályázóknak a teljesítménye. A lehetőség az adott erre, hiszen gyakorlatilag növekedni fognak azok a források, amik elérhetők a programban. Jó eséllyel esetleg a siker ráták is valamilyen szinten javulni tudnak majd, tehát a hazai pályázók is jobb esélyekkel tudnak majd elindulni a Horizont 2020-nak a pályázatai. A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal továbbra is szakértői segítséget nyújt a potenciális pályázók számára. Emellett a hivatal számos fórumon, így rendezvényekkel, ügyfélszolgálattal és pályázati lehetőségekkel segíti a sikeres részvételt. Lehet őket szeretni, lehet őket nem kedvelni, de ha virágba borulnak, akkor gyönyörű látvány nyújtanak, még ha kicsit szúrós természetűek is. Hatalmas a szárazságtűrő képességük, hiszen setyeik különleges vízmegkötő vegyületeket tartalmaznak. Kitalálták már, hogy miről beszélek? Ha nem, akkor elárulom, hogy a következő összeállításunk főszereplői a kaktuszok lesznek. A kaktuszok őshazája egyértelműen Amerika, ahol Kanadától egészen a tűzföldig a sivatagos és félsivatagos tájak homokján, kövein, sziklein növekednek minimális vízellátás mellett. A köztudatban azonban mégis az él, hogy Mexikóból származik a növény, ahol korábban vallási szertartások részese volt. Egy biztos, a szúrós szépségek a tengeren túlról kerültek Európába. Elsőként a dinnye, füge és az oszlopkaktuszok honosodtak meg. Számuk pedig folyamatosan nő.
Elterjedésüket a növénykedvelők kíváncsisága és gyűjtőszenvedélye segítette. A világon nagyjából olyan 2500-3000 között van, és több tízezer az úgynevezett ember által előállított mesterséges hibrideknek a száma, a levélkaktuszok, jól ismert karácsonyi kaktusz, húsvéti kaktusz, ezek is benne vannak, tehát a paletta elég széles. Ez a szám nem kevés, és ha hiszik, ha nem, az emberek többsége élhal ezekért a kiválóan alkalmazkodó növényekért. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a nagy tömegeket megmozgató országos kaktuszkiállítás és vásár az ELTE fűvészkertben. De honnan ered a fűvészkert név? Nyelvújításkor kapta ezt a szép nevet, hogy fűvészkert. Ugye a fűvészet, mint a botanikának egy magyar nyelvű fordítása, és hát Molnár Ferenc a Pál utcai fiúk című híres regényében tette híressé ezt a nevet. A fűvészkert az 1771-ben alapult a felvidéki Nagyszombat városában, ahol az egyetemnek az első ilyen intézménye volt, és hát Magyarországon is az első ilyen jellegű intézmény lett. 1847 óta itt fűvészkert van. Kezdetben 10 hektár terület volt, ami aztán az 1900-as évek elejé építkezéseknek köszönhetőleg már a 3 hektárra csökkent. A mai területén, ezen a 3 hektáron viszont az egyik leggazdagabb gyűjteményes növénykert Magyarországon, több mint 8500 különböző növény él itt ezen a kicsi területen. Ezek egy jó része növényházi növények, amelyek télen védelmet igényelnek, és egy másik része az arborétum, illetve sziklakertek és növényrendszertani csoportok. Jelenleg a kertnek a fő feladata, ami kezdettől fogva ez a fő feladata, tehát semmiképpen nem változott meg a feladat, hogy oktat és kutat. Illetve programokat szerveznek szinte egész évben. A fűvészkert most például, ha csak 3 napra is, de a kaktuszok ideiglenes otthonává vált. A kiállítást a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete szervezte. A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete 1971-ben alakult, tehát most már 45 éves tulajdonképpen, és összetömöríti a Magyarországon élő kaktuszkedvelőket, kaktuszgyűjtőket, illetve a kaktuszkertészeket is. Egyfajta szakmai egyesület. Lelkes vásárlókból, szenvedélyes gyűjtőkből nem volt hiány. Dr. Horváth Sándor szenvedélyes kaktuszgyűjtő. Közel 20 éve kezdtem el, egy-két kisebb, egyszerűbb növénnyel, és hát odafejlődött ez a szenvedély, ami hát azért később kialakult. Most már több ezer növényből álló gyűjteményem van. Speciálisabb növényekkel készültem, kaktuszkiállítás ellenére nem kaktuszokat hoztam, hanem egyéb posgás növényeket. Ezek afrikai, zömében afrikai szárazságtűrő növények. Leginkább a különleges palackos formájuk az, ami engem annak idején megragadott, és kicsit specializálódtam ezeknek a növényeknek a gyűjtésére. Kaktuszokból a saját szaporulatom, felesleges szaporulatomat hoztam el, amitől szeretnék megszabadulni. Sajnos minden kaktuszgyűjtő beleesik abba a betegségbe, hogy előbb-utóbb szaporítani is szeretné ezeket a növényeket, mert egy kihívásnak érzi. Hát ez, hogyha túl jól sikerül, akkor előbb-utóbb olyan mennyiségű növényünk lesz, amivel nem tudunk mit kezdeni. Ugye erre jó ez a kaktuszvásár, ahol itt a gyűjtők a saját növényeiket próbálják árusítani. Ilyen növényeket hoztam én is ki. Ezek között vannak olyanok, amik több mint 10 éves növények. Méret alapján valószínűleg senki nem mondaná ezt. Ezek például 8 éves növények, ezek olyan 12-13 éves. Ahogy korábban hallhatták, a kaktuszokat is lehet keresztezni, nemesíteni. Idegen fajok egymással össze is porozhatók, és ebből érdekes hibrideket lehet időnként előállítani. Ez egy teljesen saját előállítású növény, de kicsit bizarr a formája, mint ahogy lehet is látni. De természetben ilyen rücskös, bordás kaktusz azért nem nagyon fordul elő. Ez egy magról szaporított növény. Itt egy ellenpélda, amelyik vegetatív módon lett szaporítva, tehát ez az anya növényről leválaszt az ember egy ilyen kis sarjat, és ezt föl lehet nevelni hasonló formára. Hiszen ezen virágok esetében is nagyon fontos a gondoskodás, a nevelés és a kellő odafigyelés. Vagy önök mit gondolnak, igénytelen növények? Ez igazából meg is felel a valóságnak, de vannak olyan fajok azért igényesebbek, és csak igényesebb gyűjtőnél vagy növényszeretőnél maradnak életben, vagy éppen egy speciális botanikus kertben, vagy gyűjteményes kertben. De általánosságban azt el lehet mondani, ugye, hogy szeretik a tűzőnapot, szeretik azt, hogyha szomjaznak, tehát sok víz nem kell nekik, hetente, két hetente, ilyenkor a tenyész időszakban egy kis vizet kell adni. Viszont egy kritériumuk van, hogy ezek a növények akkor virágoznak, hogyha télen hűvös helyen terelnek. Ugye ez lehet pince, lehet egy hűvös veranda, lehet egy szuterén, ahol szárazon, mindenképpen szárazon, cseppvíz nélkül teleljenek, ez októbertől egészen ugye márciusig tart.
Habár a kaktuszok akár hosszú hónapokon keresztül is képesek víz nélkül megmaradni, mégis ilyenkor nyáron érdemes egy kicsit óvatosabban bánni a kis szúrós, de annál szebb növényekkel. A növekedési időszakban aranyszabály az, hogy ahogy a talaja kiszárad, tehát az ültető közeg, ahogy kiszárad, a növényt locsolni kell. Ha 3 nap alatt kiszárad, akkor lehet akár 3 naponta locsolni. Ez kell egy kis gyakorlat, meg egy kis érzék, ezt azért elég könnyen meg lehet szerezni bárkinek, azt hiszem. Ha kaktusz szeretnének nevelni, akkor figyeljenek arra, hogy a talajuk laza szerkezetű legyen, semmi esetre sem tőzeg. Nyáron mindenképpen engedjék, hogy tűzze a nap, ekkor locsolják rendszeresen, télen viszont egyáltalán ne öntözzék. Mai műsorunk véget ért, de egy hét múlva újra várjuk Önöket. Adásainkat addig is visszanézhetik a mediaclick.hu vagy a novumtv.hu oldalon. Kövessenek minket Facebookon is, hogy az első között értesüljenek a legfrissebb tudományos érdekességekről. Észrevételeiket, kérdéseiket pedig várjuk e-mail címünkre, az info@novumtv.hu-ra. Én búcsúzom, jövő héten találkozunk, viszontlátásra! Készült a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal megbízásából, a Széchenyi 2020 támogatásával.